Vasárnap 16 órakor a világbajnokság elérkezik csúcspontjához, hiszen Argentina és Franciaország összecsap a világbajnoki döntőben. Hát hosszú volt ideig az út, meg gondolom azok, akik mondjuk a családi kapcsolataikat megpróbálták konzerválni, azok azért levívtak egy-két meccset otthon, amíg elérkeztünk a VB döntőig. Van nekünk egy táblánk, amelyben megmutatjuk, hogy a két csapat eddig a világbajnokságok történetében hogy szerepelt. Mondjuk azt, hogy argentinái a múlt, és franciaországi a jelen, ha csak azt nézzük, hogy az első és második, harmadik helyezetti minőségben mit értek el a csapatok. Két alkalommal volt világbajnok Franciaország, ahogy Argentina is, de talán azt mondom, hogy az elmúlt 20 év, 30 év az inkább arról szólt, hogy a franciák győzedelmeskedtek. Igaz, ugye, hát 78-ban és 86-ban nyertek az argentinok. Én az első világbajnoki döntőmre emlékszem, amelyben a hollandokkal játszottak 78-ban az argentinok egy hazai rendezésű VB-n. Hát a fociról szerzett élményeket gazdagította, az biztos, mert hultak a fogak, tehát ott azért vérre ment minden. Akivel megbeszéljük mindazt, ami vár ránk, meg egyáltalán a világbajnokság szervezése körül, jogi bizonytalanságai körüli problémákat, az Gerő Tamás, sportjogász ügyvéd. Az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesületet elnöke. Jó reggelt, és hát hadd kérdezzem meg, nekem azt mondtad, hogy argentin mezbe akartál jönni. Igen, maradt egy 2006-ból. Mondjuk azt most nem mondom el a nézőknek, hogy miért nem abba jöttél, de hogy az a kérdés, hogy te mire számítasz a VB döntőn, ez a bemelegítő kérdés, mert aztán a nagyon kemény munkajogi kérdésekkel folytatjuk. Uha. Igen. Én argentin győzelemre számítok most, korábban egyébként francia győzelemre számítottam, arra is fogadtam előzetesen, de úgy látom, hogy Messiék nagyon jönnek föl, és nagyon éhesek a sikerre, és azért tavaly is már a Copa Amerikán bizonyítottak, hogy tudnak nyerni, és ez is úgy látom, hogy azért egy elég győztes szellemiségű csapat. Elég rosszul kezdték, ugye Szaúd-Arábia ellen kikaptak, igaz, hogy a franciák is kikaptak Tunéziától, de annak nem volt egyje, és azóta egyre jobbak, tehát az elődöntőben a horvátok ellen már nagyon mentek. Hát a franciák az utolsó csoportmeccsükön kaptak ki az argentinok az elsőn, de azt kevesen tudják, hogy Tamás egyébként a Szent Pál Akadémia öreg fiúk csapatának, Old Boys csapatának volt a kapusa, ugye? Tehát ilyen szempontból kötődik a televízióhoz is. Abszolút. Az utolsó meccsen még 11-est is védtem, arra vagyok a legbüszkébb. 2022 tavaszán volt mindez, de visszatérve a világbajnokságra, ugye azzal nyitotta a szervezés, hogy eltagadta azokat az eseteket, amelyeket ezres nagyságrendben fordultak elő. A katari legfelsőbb bíróságig jutottak az ügyek. Ugye arról van szó, hogy vendégmunkásokat foglalkoztattak a stadionok felépítésénél, és hogy ezeket a visszásságokat tulajdonképpen a nemzetközi sajtó megszellőztette. Mégis a büntető ügyekben úgy tűnt, hogy ezek nem kellő súlya kerültek feltárásra, hogy passzív szerkezetben fogalmazzam meg a kérdést. Abszolút. Én még a csoportmeccsek alatt Brüsszelben voltam egy gyermekjogi konferencián, és ott csodálkoztam, hogy a kivetítőn nem adják a mérkőzést, és akkor az előadó mondta, hogy bojkottálja pont emiatt, mert hogy 6500 munkás halt meg a 10 év alatt a hotelek és a stadionok építésénél. Ugye India, Sri Lanka, Nepál, Bangladesből több mint 30 ezer munkást hoztak, és embertelen körülmények között tartották őket, elvették az útlevelüket, utána letagadták, hogy munkahelyi balesetben haltak meg. A katari kormány 37 halálos áldozatot ismerte el, amennyi a stadion építések alatt hunyt el munkahelyi balesetbe. Ehhez képest az Amnesty adatai szerint 6500-an haltak meg az építkezések alatt, és hát ugye az azt jelenti, hogy nem fizettek kártérítést a családtagoknak ezek után az el nem ismert halálesetek miatt. És akkor még a korrupcióról nem is beszéltünk, ugye, ami azért most láttuk az Európai Unióban is egy képviselőnél előkerült, De azért hát Katar ebből a szempontból, emberjogi szempontból, meg ahogy megkapták ugye a VB-t annak idején, azért ellentmondásos. Az egy más kérdés, hogy aztán egy
egy elég jó játékot hozó világbajnokságot látunk, de ezt azért fontos megjegyezni. A volt elnöke a FIFA-nak is bírálta azt, hogy minden idők egyik legrosszabb VB szervezéséről van szó. Persze lehet, hogy azt mondják, sokan savanyú a szőlő, nyilván a volt elnöktől ez más megvilágításba helyeződik, de minden esetre a FIFA-t bírálták azért, mert hogy nem kellő súllyal képviselte azt, hogy az infrastruktúrális háttér megteremtése során, és egyébként a fair play szelleme kapcsán felmerülő emberjogi kérdésekben nem volt karakán. Igen, meg azért azt se felejtsük el, hogy Katarnak nincsenek futball hagyományai, azért eddig mindig olyan országban rendezték azért, ahol van futball, és a katari állam maga is azért egy futball tényező, ha azt vesszük, hogy a Paris Saint-Germain lényegében a katari államé. Ilyen szempontból a katari emír pont ezt a döntőt kívánta. Véletlenül ez is lett, ugye az egyik legjobb játékosa Messi, a másik Mbappé, és mind a ketten pont játszanak. Jó, ott van Neymar is, de hát hárman nem juthatnak a döntőbe. Úgyhogy ilyen szempontból egy álomdöntő lesz vasárnap 4-kor, mert sokan nem tudják egyébként, hogy délután lesz a... Igen, azt mondtam is, hogy 16 órakor kerül a kezdő sipszó, akkor hangzik el. Egyébként a France Football, vagyis a L'Équipe magazin címlapján Messit hozza. Megpróbálom a kollégák segítségét kérni, ugyanis hát ugye Franciaországban a Paris Saint-Germain sztárjának a fellépése, búcsú fellépése a VB-n azért nagy visszhangot kelt, és nem csak ott, hiszen azért Lionel Andrés Messi, ha már itt tartunk, tényleg hát a VB-n végig jól játszott. Mire számítasz tőle? Záró kérdés, 20 másodperc. Abszolút, tehát 2005-ben az első válogatott mérkőzésén láthattuk a Népstadionban, akkor gyorsan kiállították. Nekem van egy labdám onnan, tehát... 2006-ban pedig, amit említettem, a mezem onnan van, hogy én az argentin táborba szurkolhattam, és akkor nagyon csalódott voltam, hogy nem állították be, és a németektől ki is kaptak aztán 11-esekkel. És 2014-ben ugye az Higuain nem rúgja, ha berúgja az ígyszerét, akkor lehet, hogy meg lett volna már akkor neki a világbajnokság. És azért 7 aranylabda után én azt gondolom, hogy megérdemelné, hogy ezt behúzza most. 7 aranylabda, Copa America, sok BL győzelem, olimpiai bajnoki cím. Ne felejtsük el, hogy Maradona után igazán egy olyan legendává válhatna, aki megismétli a nagy előteljesítményt. Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést.